Nyolcadik fejezet. A hajókészítő. Rick és Jason szótlanul bámulta a hajómodelleket. Ezer meg ezer gondolat és kérdés kavargott a fejükben. Nem tévedtek. Azon az asztalon, ott az ókori Egyiptomban, annak a hajónak a modellje állt, amelyet a Southern Cliffs barlangjában kormányoztak, a viharban. Ulysses Munatóinak a tetején pedig, a világó toronyszobában ott volt a Nefertiti személynek pontos mása. Jamalkában volt egy darabka az ókori Egyiptomból, az ókori Egyiptomban pedig egy darabka, miből is pontosan? Mi is volt a Metis pontosan? És kik ismerték? Ez valóban egy nagyon különös hajó, mondjuk Rick, amikor a nő végül újra letakarta a hajómodellt. Még soha nem láttam ehhez hasonlót. Úgy bizony, válaszolta ő, azt hiszem ez egy képzeletbeli hajó, a nagy élökmester fantáziájának szüleménye. Talán ezért is tart olyan sokáig befejezni. Igazából az apám egy rajzalapján készítette ezt a hajót, vögte ki maguk. Rick és Jason úgy néztek rá hirtelen, mint akik ezt kísértetet látnak. Egy rajzalapján? Biztos vagy benne? Megnézhetjük a rajzot? A nagy mester segédje mosolyogva nézett rájuk. Milyen ilyen kíváncsiak a barátaid, kiáltotta, majd a terem végében álló polcrendszerhez lépett. Rövid keresgélés után papíruszlapot vett le az egyik polcról. Íme a rajz, amiről maruk beszélt, mondta, és kinyitotta a félbehajtott lapot. A papírusz belsejében egy papírlap feküdt a Metis vázatával. Egy egyszerű, de modern füzetlap volt, amelyet mintha Ulysses Moore egyik naplójából írták volna ki. Amikor Jason felismerte a hajót, nem bírta tovább. De ez az a rajzú, kiáltotta, mielőtt még a barátja csendre inthette volna. Ti tudjátok, ki készítette ezt a hajót? Kérdezte az asszony. Nem, válaszolt Rick gyorsan. A barátom csak azt akarta mondani, hogy ez a rajz egy unikum, rendkívül értékes darab. Maruk elmosolyodott. Igen, mi is így gondoljuk. Szép, nem igaz? Mégis hogy a csodába kerülhetett ide ez a papírlap? Suttogta Jason Ricknek, amikor a két egyiptomi nő elfordult, hogy visszategyék a papíroszt a helyére. Nem tudom, és nem is akarom tudni, vágott vissza a vörös hajú fiú, és néhány lépéssel eltávolodott az asztaltól. Talán jobb lenne, ha visszamennék a nővérethez, mielőtt még... Várjon csak egy pillanatra, szakította félbe Jason, és a szoba túlsó oldalán lévő papíroszokat kezdte fürkészni, majd halkan hozzátette. Nem azt mondta maruk, hogy az ilyet házában megőrzésre kell helyeznek el dolgokat? Mi van akkor, ha a régi tulajdonos Jason elmosolyodott és rég sértette, mire gondol? Arra gondolsz, hogy Ulysses Moore azért jött ide, hogy valamit elrejtsen itt? Fejezte be a mondatot Jason helyett. Gondolj csak bele, lehet, hogy pont itt járt ebben a szobában, és beszélt a nagy mesterrel. Lehet, hogy elvitte magával a Nefertiti személynek mását, és cserébe itt hagyta a Metis vázatát. Ez sok mindent megmagyaráz, nem gondolod? Például azt is, hogy miért vagyunk itt. Ezt hogy érted? Például úgy, hogy valójában ő küldött ide minket, hogy elhozzuk azt, amit letétbe helyezett a gyűjteménybe. Nem rossz gondolat, bólintott Rick. Lehet benne valami. Kár, hogy a régi tulajdonos halott. Ezt mondott te? Vágott vissza Jason, és eszébe jutottak a furcsa zajok, amiket a villargóban hallott. Ti meg miről sok dolgoztok? Szakította félbe a beszélgetést Maruk a háta mögé lépve. Csak elmélkedtünk valamiről, válaszolta Rick, és rámosolygott. Az előbb azt mondtad, hogy az életházában rengeteg tárgy érkezik a világ minden tájáról. Így igaz. Ez azt jelenti, hogy bárki itt hagyhat megőrzésre bármit? Hát persze, elég, ha odaadja az egyik mutatónak, megmondja a nevét és kifizet egy bizonyos összeget. Hogy mennyit kell fizetnie, az attól függ, hogy mit akar itt hagyni megőrzésre, és mennyi ideig, magyarázta a Maruk a hajtincsig csavargatva. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi tudnánk egy bizonyos személy nevét, akkor meg lehetne nézni, hogy ez a személy hagyott-e valamit a gyűjteményben megőrzésre? Kérdezősködött tovább Rick. Talán egy mutatót kellene megkérdezni, nem? Szőtte tovább a gondolata Jason. Ó, nem szükséges, szólt közben a nagy mester segédje, aki eddig csendben hallgatta a beszélgetést. A nevek itt vannak feljegyezve ezeken a papíroszokon, mutatott az egyik polc soron álló tekercsekre. Jason és Rick közel lépett a polchoz. Minden polcot egy-egy hieroglifával jelöltek. A fiúk olvasni kezdték a jeleket, és behelyettesítették őket az ABC betűivel. Az M betűvel jelzött polc előtt megálltak. Úr, itt kell lennie, azt hiszem, mondta Jason, halkan. Segítsek meg keresni, kérdezte a nő. Nem, csupán egy butaságról van szó. Nem szeretnénk rabolni az idejét, válaszolta Jason, akinek a fejében megszólaltak a vészharangok. Ha engedélyt ad rá, már mi megkeressük, és utána minden cípen visszateszünk a helyére. Persze, hogy engedélyezem, csak nyugodtan, majd Maruk segít nektek.
Mosolygott rájuk az asszony, és magukra hagyta őket. A polcokon rengeteg papírus tekercs állt, nehéz vászon húzatba csomagolva. Minden tekercs egy listát tartalmazott, emberek neveivel, akár csak egy modern telefonkönyv. Ahhoz azonban, hogy el lehessen olvasni a neveket, az egyik végét rögzítve ki kellett tekerni a földön az egész papíruszt. Az apró, precíz jelekkel írott lista minden bejegyzése tartalmazta a nevét, a személy nevét, a gyűjteményben elhelyezett tárgyat, a befizetett összeget és a bejegyzés végén egy rövid mottót. Maruk szerint a mottó alapján lehet tudni, hogy melyik fa fülkében található a tárgy. Nem lett volna egyszerűbb odaérni, hogy a 16.450-es fülkedőnyegre trikt, és elolvasta az egyik mottót. Mint az, hogy a bolond két kelyhet keres a világban, hogy kocinthasson? De ahogy kimondta, már tudta is a választ a kérdésre. A mottó segített megjegyezni a falfőkére vonatkozó adatokat. Sokkal egyszerűbb megjegyezni egy kis történetet, mint egy számot. Az első három tekercsen nyomát sem találták Ulysses Moore-nak, így a fiúk kezdtek kételkedni a megjegyzésükben. Már majdnem feladták, amikor Rick tekintette egy fekete pacára esett a negyedik papírusz kellős közepén. Megvan, kiáltotta. Nem bírta leplezni izgalmát. Az ujja mellett ott állt a régi háztulajdonos hieroglifákkal felkarított neve. A következő pillanatban azonban végigfutott a hideg a hátán. Valaki megpróbálta megsemmisíteni az egész bejegyzést. A név egy részét is az azt követő szöveget fekete tintacsik tette teljesen olvashatatlanná. Ez nem lehet igaz, fakadt ki Jason, és a földről felemelve a tekercset a fény felé tartotta. Egyáltalán nem lehet elolvasni. Semmi sem látszik azon kívül, hogy Ulysses Moore, és talán még az a szó, hogy térkép, térkép. Nézd csak meg, Rick, az ide, az a idejére, hogy térkép. Rick elgondolkodó dörzsögette az ellát. Lehet, hogy Jasonnek igaza van. Egy biztos, a titokzatos személynek, aki el akarta tüntetni ezt a bejegyzést, nem lehetett túl sok ideje, hiszen olyan kapkodva húzta át a sort, hogy az összöveg egy része látható maradt. Ulysses Moore térkép. Mi más kellett volna biztosan, hogy tudják, hogy a gyűjtemény valami nagyon fontos dolgot rejt, amit nekik meg kell találniuk. Visszatették a papírusokat a helyükre, és elköszöntek a nagy írnokmester segédjétől. Maruk kivezett őket a szobából, és elindult az életházának kijelete felé. Jason és Rick követte a lányt. Amikor egy alacsony mennyezetű, sötét padló szobába értek, ahonnan három irányba vez a három folyosó nyílt, a lány azt válaszolta, amelyik mellett egy a fején csillagos eget letartó szobor állt. De tényleg nem tudod, milyen logika szerint vannak elrendezve ezek a szobrok és folyosók? Kérdezte Rick. Akarom mondani, biztos van valami oka, hogy ezt a folyosót választottad, és nem valamelyik másikat. Mert erre kell menni, válaszolta Maruk. Ez a csillagok folyosója. Feleslegesen fogatózódik. A folyosók elrendezése a mutatók legfejtettebben őrzött titka. Senki nem tudja rajtuk kívül. Ők pedig mindenféle mottókat használnak, hogy el ne felejtsék a fülkéket, folytatta Rick a gondolatmenetet. Például a pap után a csillagok folyosójára fordulj, hogy a falfülkét a csillagok alatt találod. Ekkor megállt, és megvizsgálta a másik két kiárat előtt álló szobrot, és hozzátette. Vagy például menj végül Patnő folyosóján, azután pedig a toronyén. Azt mondta torony, szólt közben Jason. Rick jobban szemügyre vette a toronynak titulált szobrot. Torony, igen, miért te minek neveznéd? Világító toronynak? A gyárkéménynek? Torony, torony, ismételgette Jason, miközben a Rick hátán a lógóbatyúban kutatott. Várj csak egy pillanatot. Kinyitotta Ulysses Moore naplóját, és elolvasta a bejegyzést, amit a régi háztulajdonos írt a pont földjén ábrázolt rajz mellé. Hogy itt eligazodj, nagy szerencse kell, meg jó csillagok hozzá, a négy botorjánban keresd a térképet. Nem lehet, hogy ez egy motto a mutatóknak. Arok kíváncsian bámulta a naplót. Ez nem micsoda, és hol találtátok? Kézen is rég tudomás sem vett lányról. Talán a régi tulajdonos, miután elhelyezte a térképet a gyűjteményben, kezdett bele eljelni Edberig. Visszament a világúba, és szőtte tovább a gondolatoknál a Jason. Igen, lemásolt a naplójában nagy írnokmester mottóját, hogy el ne felejtse. Vagy talán azért írta ide, mert sejtette, hogy valaki csúnyán ki akart babrálni vele. Igen, lehetséges. Ekkor Maruk felé fordult, akinek gyanakó kifejezés ült ki az arcára. Mit forgattak a fejetekben ti ketten? Elvinném minket megint Pepihez és Micerinohoz? Kérdezte Jason. Szeretném tudni, hogy ez a mondat valóban elvezette minket egy falfülkéhez. Maruk összeráncolta a homlokát. Persze, de nem hinném, hogy ez ma lehetséges lenne. Nem látjátok, mekkora felfordulás van? Ó, igaz, a fáraó. Jason lehorgasztotta a fejét,
majd óvatosan megkérdezte. És ha a toronyban keresd a térképed épp erre a folyosóra vonatkozik? Nem hinném, Jason, mondta halkan Rick. Túlságosan nagy egybeesés lenne. De a barátja nem hallgatott rá, hanem fogta magát és befordult a toronyágyázat folyosóra. Mielőtt eltűnt volna, még visszaszólt. Csak egy másodperc, te maradj ott, ahol vagy. Ne is álmodj róla, kiáltotta Rick, és a nyomába eredt. Nem hagyom, hogy eltűnj, mint a nővéred. Kinek a nővére? Kérdezte Marók, és a fiúk után rohant. A torony folyosójában a fiúk alaposan szemügyre vették az egyes halfülkéket jelölő szimbólumokat, aminek számolták őket. Két sor falfülke volt mindkét oldalon. Az egyik oldalon az alsó sor fülkét kehellyel, a felső sorét karddal jelölték. A szemközti falon egy bot és egy érme volt látható. Bot, kiáltotta, négy botot kell keresnünk. Nem volt nehéz feladat. Egyszerűen el kell mennünk a jobb oldalon lévő negyedik falfülkéig. A mindenit csattant fel Jason, amikor belnézett. Anélkül, hogy különösebben behajoltak volna, láthatták, hogy a falfülke teljesen üres. Hát persze, túl egyszerű lett volna. Rick egy kicsit tovább sétált a folyosóba, és hangosan számolni kezdett. 5 bot, 6 bot, 7, 8, 9, és végül 10 bot és a csutával. Átneve a számolásba Rick hirtelen. Mi van, mit találtál? Kiáltotta Jason. Azt hittem, hogy 11 botot fogok találni, ehelyett itt valami gyerekfia támaszkodik a botnak. És? Rick továbbment, és eltűnt a folyosó kanyarulatában. Maruk nevetve követte. Ezt senki nem érti, csak a mutatók. Én megmondtam nektek, hogy ez egy titok. Itt van egy nő egy bottal, kiáltotta Rick. Aztán egy szakállas férfi, majd vége a folyosónak. Gyere vissza, kiabálta Jason. Ekkor Rick újra feltűnt a folyosóban, és visszafordult a másik kettőhöz a batyúval a hátán. Hát ezért van 52 halfülke minden folyosóban, lihegte, amikor megállt előttük. Nem értem, mi van? Rick kifújta magát, majd az első falfülkére mutatott. Tudod, milyen egy pokti kártya? A számok 1-től 10-ig mennek, aztán jön a Bobby a dáma, és végül a király. Pont úgy, mint itt. 1-től 10-ig botok, aztán a gyerek, a nő, és végül a szakállas férfi. Ellenőriztem, a többi szimbólumnál is van gyereknő, meg szakállas férfi. Jason magyarázat után teljesen a új fénybe látta a falakon lévő jeleket. Hát persze, a kehely a kör, a kardapik, a botatref és az érme a káró. Ez lenne hát a ti híres titkos kódotok? Egy pakli kártya? Kérdeztem Maruktól. Én egy árva kukkot sem értettem abból, amit mondtatok, válaszolta a lány. De még soha nem kártyáztál? Maruk megrázta a fejét. Azt sem tudom, miről beszéltek. Akkor ti mégis mit játszotok? Már bocs. Zenetet, hát pálcikákkal. Jason és Rick tanástalanul nézett össze. Ezután mindhárman visszamentek abba a szobába, ahonnan elindultak. De hisz ez logikus, Jason, suttogta Rick. Maruk még sohasem kártyázott, feltehetőleg azért, mert a kártyát még fel sem találták. Úgy számozzák a falfülkéket, mint egy pakli kártya alapjait, bár a kártyát még nem is ismerik. Szép kis rejtén mondhatom. Ekkor a fiú megállt a torony folyosójának bejáratánál, és hosszan bámulta az ajtó mellett álló szobrot. Elgondolkozzal akargatta a fejbúbját. Ettől még nem adottuk meg a rejtélyt. Már tudjuk, hogy a fülkéket a kártyalapok szerint számozzák. De mik ezek a szobrok? Mit szólnátok, ha elindulnánk végre? Sürgett őket Maruk, aki láthatóan kezdett türelmetlenné válni. Abban a pillanatban trombiták hangja törte meg az épület csöngét. Gyorsan, kiáltotta a lány, és megragadta a két fiú ruhaújját. Mi van? 19. szabály, riadó. Ha megszólnak a trombiták, mindenkinek el kell hagyni a gyűjteményt, méghozzá haladéktalanul. Nem messze a három gyerektől, az élet házának a bejáratánál két ember vitatkozott hevesen. Egy térképről lenne szó. Igen, pontosan azt mondjam, de most Pepi elmosolyodott és egyre inkább reménykedett, hogy mestere mielőbb megérkezik, és a segítségére siet. Mit szerint azonban, mintha a fölnyelte volna el a győzedelmi kapu körüli óriási felfordulásban. Itt van bent, nem igaz? Erőszakoskodott tovább az előtt álló nő türelmetlenül, és egy határozott mozdulattal feltölte blúzának leopárd mintás ujját. Ó, igen, bizonyára, dönyögte Pepi zavartan. Az egyetlen probléma csupán, hogy a négyes szabály. Oblivion nem várta meg, míg a mutató befejezi mondatot. Lillára festett hosszú körmét Pepi asztalon támaszkodó kézfejbe mélyeztette. Mi a probléma? De a mutató személy elkerekedtek a fájdalomtól, és megpróbálta elhúzni a kezét az asztalról, de hiába. Ujjai ott maradtak az ismeretlen nő kezének szorításában. Az igazság az, hogy jelen pillanatban lehetetlen belépni, fejezte be mondatot a nő. Igen, így van. A fáraó érkezési tárgyakésba a parancsba kaptuk, hogy fel kell függeszteni a látogatásokat, míg
Ő isteni felségre mennem tekintette a gyűjteményt. A nő egyre erősebben szorította a kezét. Az az érzésem, hogy nem értett meg, sziszegte. Ez egy kicsit fáj, nyöszörögte Pepi zavartan. Ekkor a nő egy utolsót szorította a kezén, majd hirtelen elengedte. Levette a válláról a stólaját, és az asztalra dobta kettőjük közé. Ugyan nem azt akarja mondani, hogy feleslegesen tette meg ezt a hosszú utat. Azért, hogy maga azt mondhassa nekem, hogy ma nem lehet belépni. Ne vicceljen. Pepi kihúzta a kezét az asztal fekvő stólalól. A nő azonban az ujjaival átsúsztatta a drága szemét. Én nem, és köszönöm, dodogta mutató. Értem én, hogy mit szeretne, és biztosíthatom róla, hogy mindent megtennék, amint lehetséges. És ez egy valóban gyönyörű szörmel, de Oblivia hipnotikus erővel nézett Pepi szemébe. Mert pedig nekem be kell jutnom a gyűjteménybe. Mert meg kell találnom ezt a térképet. Meg kell találnom a térképet. De nekem nincs felhatalmazásom. Én csak egy egyszerű beosztott vagyok, meg aztán nem sokára életbe lép a 19-es szabály, ami világosan kimondja, hogy mindenkit ki kell küldünk a gyűjteményből, és senkit nem engedhetünk be, dadogta Pepi. Mégis meddig? A fáraó érkezéséig. De nem tart sokáig, csak egy pillanat lenne az egész. Épp csak egy pillantást akarok vetni a térképre, mondta a nő. Majd közelebb hajott Pepihez, és hátra simította a toldét a mutató fején. És higgyen, nagyon sokféleképpen meg tudom hálálni, ha valaki kedves hozzám, bukta negédesen Pepi fülébe. Nagyon bőközi vagyok ám. Pepi kővédermet, ám abban a pillanatban, mikor már majdnem beadta a derekát, újra felhassantak a trombiták. Ekkor a pávától ketté tört a műkezében. Pepi elkapta a fejét és hátrébb lépett. A következő pillanatban meglátta Micerino alakját a bejárat körüli tömegben. Sajnálom, de nem mehet be, bökte ki hirtelen. Nem lehetséges. Ezután zavartó lángoló ábrázattal a sarkon fordult, és Micerino után sietett. Oblivia Newton ott maradt egy fél pávatollal a kezében. Amikor földre dobta a tollat, a trombiták újra felharsantak, és látta, hogy az őrök kikísérik az életházából a vendégeket. Valahogy csak be lehet jutni, sziszegte, és úgy összeszorította az ajkát, hogy egészen elfehéredett. Lenézett a lábfejére, és egy pillanatig elgondolkodva bámulta a leopárpöty-szerű festéket a lábkörmein, majd toppantott a gyengérgében. Nem volt ideje várakozni, de ugyanakkor egyáltalán nem volt szándéka van üres kézzel távozni. Ekkor egy mosolygó fiatalembernek akadt meg a tekintete, aki egy oszlopnak támaszkodott alig pár méterrel odébb, mintha csak rajta nevetett volna. Mit akarsz? Kérdezte Oblivia durván. De a fiú arc kifejezése mit sem változott. Szemének villanása arra engedett következtetni, hogy okos ember, mindenféle gátlás nélkül. Anyagul ellökte magát az oszlaptól, és közelebb lépett, tudomást sem véve a körülötte zsibongó tömegről. Hallottam, hogy keresel valamit a gyűjteményben, szólalt meg. Lehetséges. Azt is hallottam, hogy egy térképről van szó. És ha rosszul hallottad, tudok egy üzletet nem messze innen, ahol igen sok fél térképet árulnak. Newton kisasszony megvető mozdulattal emelte fel a szemes túlát az asztalról. Kész az igyekezetet, de nem hinném, hogy abban a boltban megtalálom azt a térképet, ami engem érdekel. Abból csupán egy példány van, az pedig ott van bent, sajnos ott adott az életházára. A fiú hagyta, hogy Oblivia elhagyjon előtte, és milyen beljegyezte parfümje illatát, majd így szólt. Ez esetben talán tudom, hogy juthatsz be oda, hogy megkeresd, feltéve persze, ha tudod, merre van. Oblivia megállt és a fiúra nézett. Újabb trombita szúharsant, felszólítva mindenkit, hogy hagyja az épületet. Hirtelen azonban a terem közepén, az akna környékén valami hatalmas robaj összetört. A trombiták megszólaltak, az őrök pedig idegszakadva rohantak, hogy megnézzék, mi történt. Elérkezett az idő, hogy elrejtőznek a gyűjtemény belsejében. Ne tudsz venni most rögtön? Kérdezte a fiatal nő. A fiú most olyan még szívesebb lett. És te tudsz fizetni rögtön és bőkezűen?